Szép jó napot kívánok minden kedves nézőnek! Ez itt a vasárnapi Pszichotrillák, az Erdélyi Magyar Televízió műsorán. Itt van velem dr. Kádár Anna Mária, egyetemi adjunktus pszichológus. Szerbusz Anna, köszöntelek! Szia Petra, én is üdvözlöm a nézőinket! Nagyon sokat beszélünk az anya és a gyerekek viszonyáról, a gyerekei viszonyáról. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy ez nagyon sok dolognak az életünkben az alapja. Viszont egyre kevesebbet beszélünk arról, pedig ugyanolyan fontossággal bír, hogy az apa-gyerek kapcsolattal mi a helyzet, hogy ez miért fontos az életünkben, és hogy miért jó, hogyha egy jó édesapával, egy elég jó édesapával növünk fel. És azt hiszem, hogy ez a lényeg, hogy tényleg általában az anya-gyerek viszonyról beszélünk, és ugye egy kicsit háttérbe szorítjuk, pedig ez ugyanolyan fontos tényleg nekünk. Mit lehet tudni az apa viszonyról? Csak általánosságban beszélünk, aztán megpróbáljuk szépen lebontani ezt a dolgot. Hogyha az apák szerepét nézzük, akkor igazából az önbecsülésre nézve van nagyon-nagyon szerepe az apának, és ezt szerintem már többször elmondtam ugye azt a két nagyon fontos mondatot, amit egy apának oda kell adni a gyerekeinek, és ez szerintem az egyik legfontosabb hamuvasült pogácsa, hogyha az apa szerepét nézzük. A lányának ugye azt a mondatot, hogy büszke vagyok rád, lányom, és a fiának pedig azt a mondatot, hogy ez igen, ez jól meg van csinálva, fiam. És hogyha ugye azt nézzük, hogy az apa egy kicsit ez a háttértényező, az elindító, aki nagyon sokszor kirugdos minket a komfortzónánkból, mert míg az anya feltétel nélküli elfogadásnak a megtestesítője, az apa feltételesé. Igen. Hát igen, azért ugye én az előbb, amikor azt mondtam, hogy egy kicsit globálisan beszéljünk róla, és utána lebontjuk, akkor arra értettem a lebontás, hogy hát abszolút külön kell válasszuk azt, hogy egy kislány életében, egy nő életében mit jelent egy apa, és milyen következményei vannak annak, ha jó, ha rossz, ha van, ha nincs, és egy fiú életében mit jelent az apa, hiszen két különböző kategóriáról beszélünk. Igen, hogyha még így együttesen nézzük meg, szerintem még amit nagyon fontos elmondani, hogy az érzelem szabályozása milyen szerepet tölt be az apa, és ez a lány és fiú életében is nagyon-nagyon fontos, amit szerintem pont abban a játékban lehet tetten írni, amit ugye az apák játszanak többször a gyerekeikkel, és az anyukák úgy félni szoktak, amikor az apuka feldobja a gyereket, ugye a gyerek fél, és akkor elkapja. És ebben tanulja meg a gyerek, illetve ez az egész szimbolikus folyamat, hogy nekem van egy érzésem, az felfokozódik, hogy félek, vagy szorongok, vagy bármi, de ott van ez a két erős kéz, aki engem mindig el tud kapni, hogy ott van ez a biztos háttér, aki segít nekem a megnyugvásban, az érzéseimnek a lecsillapításában, és ez tényleg számos kutatási eredmény mutatja ki, hogy az érzelem szabályozásban az apai modell jóval fontosabb, mint az anyai. Na és hogyha lebontjuk akár fiú meg lány kapcsolatra, ugye hát ez is egy ilyen képben lehet megfogni szerintem a lányok életében az apa szerepét, mert egy anyuka is megdicsérheti a lányát, és mondhatja azt, hogy jaj, milyen szép a kis ruhád, meg a pántos cipőd, meg milyen jól nézel ki. De hányszor mondják, apa. Igen, hányszor mondják az anyukák, és nagyon jól teszik, hogy menj oda és mutasd meg apádnak. És lehet látni a kislánynak a testtartásán, ahogy megpördül az apja előtt, ahogy ránéz ugye az apuka. És jóformán az első férfi az életében. Tehát, hogy az, aki visszaigazolja az ő nőiességét, és ez egy nagyon fontos dolog, mert egy nő egy férfi szemében válhat nővé. És ugye nincs is apai modell, mert sokszor akár hiányozhat az apa, vagy elváltak, vagy netán meghalt az édesapa, vagy nagyon sok minden lehet. Nagyon fontos, hogy ezt a férfi modell, hogy ott legyen a gyerek életében, akár egy nagyszülő, akár egy nevelő apa szempontjából. Tehát kell valaki, aki ugye ezt a fajta női önbecsülést valahogy így visszaigazolja, vagy megadja ezt a fajta visszajelzést ugye egy lánynak az életében. És egy fiúnak az életében, ugye pont, hogy ebből a mondatból indulunk ki, mert hogy számtalanszor egy szorongásos probléma vagy teljesítmény zavar mögött egy túl teljesítmény orientált apa van, akinek soha semmi nem volt elég jó. És talán ennek a pozitív részét, hogyha néznénk, tehát ugye ez a negatív véglet, hogy a legóvás sem volt elég nagy és elég szép, és a pályaválasztás, hogy sem volt elég jó, és a párválasztás, hogy sem, és lehettél volna még jobb, még szebb és még tökéletesebb, de hogy igazából, ugye, hogyha
egy apa téged elismer, és valahogy nem ez a rivalizációs viszony jön elő ebben a folyamatban, akkor igazából mennyire fontos, hogy hát ugye, hogy lovaggá ütnek, mert én valahogy így képzelem ezt az egész folyamatot, hogy apaként én téged elismerlek, felhatalmazlak, és nem rivalizálok veled. Amúgy ez az anyalány kapcsolatban is egy gyakori folyamat lehet. Egyébként azt is megfigyelhetjük, hogy például egy anya mennyire féltékeny tud lenni a lányára az apával való kapcsolatban. Tehát, hogy hányszor elhangzik azért az, hogy amióta megszületett a lányunk, azóta rám már nem úgy nézel, már ránézel úgy. Vagy hogy én is nem tudom, hányszor megkaptam édesanyámtól tényleg, hogy amikor hazamentem apukámnak, felcsillan a szeme, és akkor anyukám mondja, hogy jaj, amikor fiatal voltam, akkor néztél rám így. Tehát, hogy tényleg az a rivalizáció, mert hát az az igazság, hogy egy kislány életében valóban az apa az első férfi. Igen, és nem véltem, hogy az Ödipusz komplexus kapcsán, vagy akár az elektrokomplexus kapcsán, ugye az apa-lánya kapcsolatban, ugye itt tényleg nyilvánvalóvá is válik ez a rivalizáció, de ez nagyon fontos, hogy a helyére kerüljön. Tehát, hogy lányként ugye meg kell tanuljuk azt, hogy az apa már nem elérhető. Tehát, hogy nem szabad fenntartani ugye ezt a fajta irracionális elvárást, hogy amit persze nagyon sokszor a lánygyerek ki is jelent, hogy majd apa, akkor te leszel az én férjem, és hogy én pont aminek akarok. Egyébként, ami már rossz következménye ez a nagyon sokszor, amikor az összes férfiben az apját keresi. Igen, tehát, hogy a modell és ugye az azonosulási minta mellett ugye megérteni azt, hogy az apa és az anya az egy rendszer, és ugye gyerekként ugye egy másik alrendszerben vagyok, és hogy úgy erősíteni meg, és ez nagyon fontos ugye apaként is, hogy oké, hogy a lányom, de hogy ő, tehát hogy nem az a nő, akihez én közel kerülhetek, tehát itt akár a határátlépések, az már megint egy külön terület. Igen. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ugye hogy vagyok jelen hitelesen, milyen mintát tudok nyújtani, akár önmagamról, a világról, mert ugye az apa, ő a világban való elindításban segít elsősorban. Az sem véletlen, hogy ez nagyon sok szülő mondja, illetve lehet is látni a beszoktatási folyamatban is, hogy amikor az apuka viszi az óvodába a gyerekét, akkor jóval kevesebbet sírva, és sokkal könnyebben leválik, mint az anyáról, mert ugye az anya befogadás, az elfogadás, a biztonság, és az apa ez az útnak indító a mesében is, ugye az anya adja a hamuba sült pogácsát, és az apa indítja útjára a fiát. Van egyébként az, amikor a két szülő közül ezek a szerepek megcserélődnek? Amikor egy apa válik befogadóvá, és ez a feltétel nélküli szerető szülővé, és mondjuk egy anya, mert azért ilyenre is van példa, akkor például az apai szerep mennyiben sérül? Hát, hogyha kölcsönösen kiegészítik egymást ezek a szerepek, akkor egyáltalán nem gond, mert hogy az sem gond, hogyha most például a Svédországban nagyon sokan választják azt, hogy az apa megy el gyereknevelési szabadságra, és hogy ez nagyon fontos része is akár, ugye, hogy van ez az egy hónap, amit az édesapa is kivehet akár ebből a gyereknevelési szabadságból, hogy legyen jelen a gyereke életében. A jelenlét az, ami a legfontosabb. Mert mikortól számoljuk ezt a jelenlétet, azért azt is említsük. Igen, tehát ugye a jelenlét esetében, hát hogyha, ugye az kezdetben van az a szimbiózis, ez az anya-gyerek között egy nagyon erős szimbiózis, és azt is mondják, hogy hát igazából olyan egy-másfél éves kortól tud az apa jobban kapcsolódni a gyerekéhez, mert akkor már nem csak ezek a fiziológiai dolgok körül ilyen ellátási feladatok vannak, hanem ott a játék, a közös tevékenységek, mert hogy nagyon sok apa ugye, hogy egyszerűen nem tudja, hogy akkor most hogy műjön ahhoz a gyerekhez, vagy mi legyen. És volt is egy ilyen kutatási eredmény, hogy az, aki úgymond ilyen aktívan részt vett már a gyerek születése előtti időszakban, hogy akár ilyen tanfolyamokra ment, vagy követte a gyereknek a fejlődését, vagy ott volt szüléskor, vagy ott áll támaszként az anya mellett, sokkal inkább bekapcsolódik az egész gyereknevelési folyamatba. Mert hogy amikor az apa ugye valahogy ezt az időszakot úgy veszi, hogy hát ez majd lejár, és majd megszületik a gyerek, és majd aztán megnő, és én foglalkozom vele, akkor igazából nagyon sok ilyen jó momentumot tud elveszíteni. Mert hogy a közös fürdetés, akár az etetés, tehát hogy lehet számtalan olyan ritus, amiben ő is ott lehet. De hogyha benne megerősödik akár az az érzés, mert hogy erről is sokszor beszélnek az apukák, hogy ő úgy érzi, a gyerek születésével együtt kitaszítodott a családi rendszerből, peremhelyzetre került, hogy ő már nem annyira fontos, és mindig csak a gyerek körül forog a világ, és akár lehet egy féltékenységi érzés is benne, hogy őt most kitaszították a helyből, vagy nagyon sokszor az ágyból.
mert ugye ez is egy külön témát is megérdemelne szerintem, hogy az együttalvás kérdése, vagy ezzel hogy van, hogy mikor kell a gyereket külön szoktatni, stb. Mert hogy hány olyan történet van, hogy az anya a gyerek megszületésétől kezdődően, tizenvalahány éves koráig, csak a gyerekkel alszik, és az apuka kikerült a másik szobába, nem tudom, nappaliba, a kanapéra, mert hát neki már nincs ott helye. Hát vagy hárman alszanak, ami úgy szintén nem egészséges feltétlenül, bár igen, tehát ez egy külön téma, és ne is mondjuk ilyet, hogy egészséges, nem egészséges, mert nyilván ez megint olyan, hogy nem nagyon lehet kijelenteni olyan nagyon erősen semmit, meg véglegesen, mert sok indok van, meg sokféle helyzet, de persze érdemes lenne egyébként egy műsort erről beszélni. Na, de most az apáknál tartunk, és azt hiszem, hogy itt is maradunk. Fiúk. Lányokról beszéltünk, fiúk. Mi a helyzet a fiúkkal? Ott ugye megint egy nagyon komoly dologról beszélünk, ugye a példakép, az azonosulás és a hasonló dolgok. Igen, tehát hogy milyen apaként van előttem, mi az, amit megmutat ő nekem a világról, hogy egyáltalán, hogy elindulni, a merészség, a kockázatvállalás, akár a határoknak a lehúzása, ezek mind-mind ugye férfi szerepminták, és hogyha ugye ott van az édesapa, lehet látni ebben a barkácsolási folyamatban, szerintem abban látszik a legjobban, hogy egyáltalán az apa odaadja a fiának a kezébe a kalapácsot, hogy elfogadható az, hogy kettőt mellé üt, és a harmadikkal üti be a szeget, hogy bevonja ugye ezekbe a közös tevékenységbe, ugye, hogy az anyalánya kapcsolatban van ez a közös sütés, főzés, akár ilyen kézműves tevékenységek, az általában az anyának az asztala szokott lenni, és akkor az apuka ugye, amikor kiviszi a gyereket a világba, sőt, amikor tényleg így barkácsolnak, vagy készítenek valamit, hogy abban mennyire érzi meg a gyerek ezt a fajta kompetenciaérzést, hogy olyan apa, aki odaengedi a fiát, vagy egy olyan apa, aki folyamatosan letácsolja, vagy hát ügyetlen vagy, és akkor ugye vannak akár ezek a rivalizációs mondatok, hogy kire ütött ez a gyerek, hát ez az anyámasszony katonája van, és ez az anyácsadnak a családja. Tehát ugye ezek nagyon-nagyon kemény mondatok, amik akár évek, évtizedek múlva is ott lehetnek, ugye, mint az önbecsülésnek egy ilyen kérdőjele, hogy akkor hogy lehetek elég jó, hogyha engem az apám nem ismer el. És nagyon-nagyon sok ilyen történet van. Hogy mennyire vágyik az a fiúgyerek arra, hogy ő is az apa felhatalmazza, elismerje, és hogyha ugye apaként én elég jónak tudom látni magam, és nincs egy ilyen tökéletesség elvárásom, akkor a gyerekemet is el tudom fogadni ezzel az egésszel. Ezen kívül az apa szerepe a határoknak, meg a kereteknek a megadása, ugye, hogy akkor most mit lehet ebben a családban, mit nem lehet. Hol van az a határ, amin belül még működnek a dolgok, és hol van az a határ, amin kívül már nem. Uh-huh. És hogy ez is nagyon lényeges, hogy a világhoz való, az élethez való viszonyulásmódban ez a fajta határozottság, ugye a keretek, a kerettartás, ez mindenképpen az apa szerepe. És hogy hányszor lehet látni azt akár, hogy mondjuk a foci edzéseken ott ülnek az anyukák a lelátókba, és szurkolnak a fiaiknak, de hogy ott az apukák kellene üljenek. Ez is nagyon fontos dolog, vagy akár ketten kellene egymás mellett üljenek. Uh-huh. Volt egy ilyen egy hely, ahova egyszer meghívtak engem előadást tartani, egy magánovodába, XY helyen. Lényeg az, hogy ez egy nagy vállalatnak az udvarán volt ez az ovoda, hát ugye abból a megfontolásból, hogy akkor a szülő üljön nyugodtan, mert akkor jó helyen van a gyerek, és akkor lehet túlorázni, vagy bármi. És különösen az apukák voltak meghívva el a szülőtekezletre, mert nagyon sokszor bevitték reggel 7-kor a gyereket, és este 7-kor a kitűzővel a nyakukba kivették a gyereket ebből a, hát a hosszított programnak, még a hosszított programja, mert azért az általában 5-ig szokott maximum tartani. A hosszított program. De itt még volt olyan helyzet is, hogy ugye több váltásban dolgoztak az önök, és este 7-ig volt úgymond gyerekfelügyelet. És ez nagyon szomorú dolog volt, és főleg azokat a mondatokat hallani, hogy én minőségi időt töltök a gyerekemmel, napi 10 perc, de az minőségi idő. És ezzel valahogy a lelkiismeretük ki volt pipálva, hogy hát ugye ez a 10 perc az bőven elég, de hát a minőségi idő tényleg nem működik a mennyiségi idő nélkül. És hogy nagyon sok gyerek úgy nő fel, hogy van napja, és még sincs. Hányszor hallom akár ilyen családterápiás folyamatban is, hogy hát az apuka megpuszi a reggel a gyerekét, és este, ha netán nem alszik, akkor még kap egy puszit, és gyakorlatilag kimarad az apa, és milyen indokkal marad ki, hogy hát nekem nehéz volt az elindulás, és az én szüleim nem tudták azt nyújtani, és a gyerekemnek egy jobb jövőt akarok, de közben elveszíti a jelent, és ez pótolhatatlan. Tehát ugye ott van az üres bölcsöt ringat a kéz című Zorándal. Szerintem azt, hogy mindenki így végighallgatja, ez pont az apa-fia kapcsolat.
meg ennek a kiüresedése, és hogy hova jutunk olyankor, amikor tényleg nem vagy jelen, mert talán ennél fontosabb dolog, mint hogy jelen legyél. Jó van, rossz a mindened, csak lényeg az, hogy legyél ott, jelen a gyerekednek az életébe. Ezt azért később elég komolyan megkapják, szerintem apák is, anyák is ezeket a dolgokat, mert azért a gyerek, amikor felnőtté válik, és észreveszi azt, vagy tudatosítja, hogy mi hiányzott úgy Isten igazából az életéből, akkor azért ezek ugye el szoktak hangzani a későbbiekben, hogy igen, apa, mert te nem voltál ott, vagy te nem voltál jelen, vagy te erre nem is emlékezhetsz, mert nem voltál ott. Tehát, hogy azért ez egy elég komoly teher aztán a későbbiekben, időskorunkban, amikor aztán be akarnánk ezt pótolni, de már nincs kivel ugye bepótolni, mert elveszítettük az elejét a kapcsolatnak, nehéz felvenni újra a vonalat. Na de azért egy apa, így van, ahogy te mondod, van, amikor reggel és este látja a gyerekét, és van, amikor elég sok időt tölt vele, ugye, amikor a svédek példáját hoztuk fel, hogy ő marad otthon a gyerekkel, és megpróbálunk a kettő között valahol egy arany középutat keresni, hogy akkor az legyen az úgymond idézőjelbe arany középút egészséges része ennek az apaságnak, mert hogy azért nálunk még mindig inkább az a trend, hogy az anya marad otthon a gyerek nevelésére, de azért ne is dolgozzon olyan sokat az apa, mert ez sem jó. Akkor a kettő között hogy működik ez a dolog? Milyen szerepet kell ő felvállaljon? Mert hogy én nagyon sokszor hallom ezeket a mondatokat, és én nekem ez egy olyan rossz érzést kelt bennem, hogy mert ez az anyák dolga, ez az apák dolga, mert ezt anyáddal kell csinálnod, ezt apáddal kell csinálnod. Tehát például nálunk egyetlen egy ilyen dologra van ez az anya dolga a férjemmel kapcsolatban, amikor a gyerek fenekét meg kell törölni, tehát ez mindig az anya dolga lesz szerintem, ameddig ez így van. Ez tényleg másban sosem mondta, de ebbe az egyben azt mondta, hogy ez az anya dolga. Jó ez, hogy vannak ilyen kategóriák, hogy ez anya dolga és ez apa dolga? Ez szerintem ilyen családi konszenzus kérdése, mert ugyanúgy lehet az apa dolga is, hogyha ezt most ő vállalja be, tehát hogy ez dinamikusan változhat, és az is biztos, hogy mégiscsak jó, hogyha vannak ilyen külön idők, vagy külön tevékenységek, amiket az anyával, vagy akár az apával külön csinál. Tehát, hogy lehet ezeknek tényleg egy ilyen ritusa, szertartása. De hogy itt például egy konkrét példát hozok, talán akkor közelebb hozom a nézőket is ahhoz, amire gondolok, hogy azt mondja sok apuka, hogy én másfél éves koráig a gyerekkel egyáltalán nem foglalkozom, csinálj vele, amit akarsz, majd ha tud beszélni, meg járni, na majd akkor jövök én. És azért azt is tudjuk, hogy azért fontos az, hogy egy szűrővizsgálaton, egy baba ellenőrzésen, egy szülésnél, az első egy-két hónapban, egy hozzábújásnál, egy szoptatás utáni böfisztetésnél, hogy hányszor jól jön azért az, hogyha ott van az apa, és velünk van, és egységben van ez a hármas. Mert persze, nyilván ez a nagyon szoros dolog az elején az anya-gyerek között van, de hát azért nálunk például nagyon szorosan benne volt a férjem ebbe a dologban. Igen, tehát hogy nálunk is ugyanúgy, és én tényleg azt gondolom, hogy az az egészséges, amikor az apa is jelen tud lenni ebben az egész folyamatban is. Ebből a szempontból, hogyha így kérdezed, akkor nincsen anya dolga, apa dolga, mert mind a kettő dinamikusan változhat, mert miért lehetne az, hogy most anya dolga, hogy befisztesse a gyereket, vagy most apa dolga is lehet, hogyha most anyuka fáradt, vagy mit tudom én, ő is csinálna valami mást. Tehát, hogy miért ne lehetne rugalmas szereposztás. És tényleg azok a családok működnek jól, ahol ezek felcserélhetők, vagy átvehetjük egymástól. Mert hogyha például nálunk számtalan olyan helyzet volt, hogy oké, a gyereknek a tisztába tétele, és hogyha anya pont előadást tartott, és hát a Murphy törvényei szerint pont akkor kapott a gyerek hasmenést a nem tudom milyen kultúrotthonba, akkor az apa dolga volt az, hogy kicserélni ezt a pelenkát, és hogy tehát amikor apaként valaki, és szerintem a férfiasságnak is ez egy kritériuma, hogy te nem érzed derogálónak ezeket a dolgokat, mert ugye vannak mindig ilyen mondatok, hogy hát az milyen férfi, aki mosogat, hát az maximum egy ilyen nylon székely lehet, tehát hogy egy igazi férfi, hát az ne mosogasson, meg tisztában ne rakjon egy gyereket, meg ezt ne csinálja, és szerintem pont ez a lényeg, hogyha neked nincs bajod a férfiasságoddal, akkor nem lesz derogáló, hogy bármit csinálj, mert a lakás az közös, a tér az közös, az életetek közös, és a gyerek az közös. És hogyha
helyzet, tehát hogy vannak helyzetek is helyzetek, ezt nem bonthatjuk le így külön. Mert van, amikor az anyukának van több dolga, valamikor az apukának, és az a dinamikus szereposztás, amikor át tudjuk venni ezeket a dolgokat. Jó, persze vannak funkciók, amik nem vehetők át, de amit át lehet venni, azért most már így a 21. században ez szerintem már egy ilyen, nem tartja magát ez, hogy na most ez férfi munka, vagy női munka, vagy most mindenki csinálhat végül is mindent, ez a lényeg. Tud egészséges, jó apa lenni, elég jó apa lenni az a férfi, akinek mondjuk nem volt jó apja, vagy nem volt egyáltalán apja? Vagy mi történik azzal a férfivel és nővel, aki apa nélkül nőtt fel? Igen, itt most az a kérdés, hogy van-e neki más férfi szerepmintája? Tehát, hogy lehet egy nagyon jó nevelő apa, lehet egy nagyapa, lehet valaki család közeli barát, aki kicsit átveszi ezeket a funkciókat. Biztos, hogy nem ugyanaz, mint amikor valaki egy teljes családban nő fel, és nem is mindegy, hogy ő mikor veszíti el ezt az apát, vagy hogyan, akár halál által, vagy egy válás esetén szakad úgy meg a kapcsolat, hogy az apa kikerül, vagy meg se ismerte az édesapját. És persze ezek olyan tényezők, amik módosíthatják ugye a te személyiségfejlődési folyamatodat, de hogy ezek mind kompenzálható dolgok. De lehet, hogy valaki pont azért lesz jó apa, mert az ő apja mondjuk alkoholista volt, és egyszerűen ezt megélve, és ezt így végig víve ugye a saját gyerekkorán megtapasztalva, hogy ez mit jelent, mivel jár, ő benne van egy nagyon nagy elhatározás, hogy ő más apa akar lenni, ezt másképp akarja csinálni. Persze ezt önismereti szempontból fontos feldolgozni. Én azt hiszem egyébként, hogy ez a téma egy ilyen kimeríthetetlen veder tényleg, tehát rengeteg dolgot hozhatnánk föl. Most szerintem az kéne következzen, hogy milyen következményei vannak, hogyha egy lány esetében, tehát nagyon-nagyon sok rétege van ennek a dolognak. Mondhatnánk azt, hogy apa is csak egy van. Tehát, hogy ez egy olyan jó lenne, ha nem csak azt mondják, hogy anya csak egy van, hanem apa is, hogy csak egy van. Mert azért az az ember, aki szerencsés, és aki egy édesapával nő fel, és egy jó viszonya van vele, az el tudja biztos mondani, hogy ennélkül nem lenne ember, hogyha nem így lett volna, hiszen egy csodálatos dolog, amikor az életedben egy jó apa van. Úgyhogy remélem, hogy azért még visszatérünk erre a témára, a mai műsorunk véget ért lassan. Remélem, hogy a kedves nézők azért ebből is tudtak úgy szemezgetni, hogyha olyan helyzetben vannak, a gyereküket úgy tudják támogatni, vagy úgy tudják vele ezt a fajta apa-gyerek kapcsolatot majd véghez vinni, vagy végigvinni az életükön, hogy az jó legyen. Szép dolog azért ez az apa-gyerek kapcsolat, úgyhogy apa is csak egy van. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Köszönöm, Anna, hogy velem voltál. Köszönöm én is a beszélgetést. A viszontlátásra. Viszontlátásra.